Rózsaszín szalagok, zászlók, lufik és rózsaszínű ruhadarabokat viselő emberek gyülekeztek csütörtökön délelőtt a Józsavárosban, hogy a Lépj az egészségedért címmel indított merrák elleni sétára induljanak. Minden év októbere a merrák elleni kampány hónapja. A nyíregyházi rendezvény célja is az volt, hogy felhívja a figyelmet a felelősségteljes életmódra, az egészségtudatos magatartásra, az önvizsgálatok és a szűréseken való részvétel fontosságára. A merrák kialakulását nem lehet megelőzni. Amit lehet tenni ellene, ami a kezelésnek a sikerét a leginkább befolyásolja, az, hogy milyen korán fedezik fel. Egy emlőrák akár 10 évig, 15 éven keresztül is alakul ki, mondjuk ennek a nagy részében olyan pici, hogy nem lehet észrevenni, de akkor is vannak hónapok, évek olyanok, amikor már talán észlelhető lenne, hogyha ki tudnánk mutatni. És ebben borzasztó nagy felelősség van részben az egyéneknek, mert nekik észre kell venni a leghatékonyabb korai felismerési eljárás, az a havonta a rendszeres önvizsgálat. Amikor át kell tapintani az emlőt, meg a hónaljakat, és a csomó van, akkor orvoshoz kell fordulni. Bár a hazai népegészségügyi program a 45-60 év közöttiek számára központilag szervezett ingyenes mammográfiás szűrővizsgálatot biztosít, Magyarországon évente több mint 2000 nő hal meg rosszindulatú emlődaganat következtében, miközben az időben felismert betegség esetén nagyobb a gyógyulási esély. Az a célja, és azért állt mellé a város is, hogy támogassa a civil kezdeményezést, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy vegye igénybe az ingyenes, igénybe vehető szűrővizsgálatot. Tehát mert a szűrővizsgálat egy nagyon fontos, ingyenes, ugye ez fontos kihangsúlyozni, és ezáltal, hogy a szűrővizsgálatra ugye elmennek a hölgyek, ugye itt most hölgyekről van szó, akkor korai stádiumban, vagy még a betegség kialakulása előtt ugye kiderül, ha van valamilyen elváltozás, és akkor nagyon-nagyon jó eséllyel a végleges vagy teljes gyógyulás érhető el. A korai stádiumban felfedezett daganatos betegségek gyógyíthatók. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy bármilyen elváltozás, szokatlan tünet esetén haladéktalanul forduljunk orvoshoz.